Hello, sziasztok, a Csabi, és a mai alkalommal folgászni fogunk, visszahozzuk a random gameplay sorozatot, úgyhogy kezdjünk is bele. No, első pályánk Dizzy Heights. Heights. Rég volt már random gameplay sorozatos videó, úgyhogy most épp itt volt az ideje. Bírom ezt a játékot, csak a csapatjátékok sajnos általában olyanok, hogy nem nagyon jutsz tovább, mert általában mindig úgy van, hogy én kerülök be a szalcsapatba, úgyhogy aki velem van esetleg, ezt ezzel is sajnálom. Na nyomjuk, egy kis forgó fogas kerekeken. Anyájátok pigyel, apával csak. Tudtam, aztán nem fogok káromkodni ebben a részben, aztán rájöttem, hogy ez a Fall Guys, tehát nem lehet káromkodás neki kivírni. Kikerüljük másik golyóit, majd hogy bármilyen meglepő. Ouch, maradsz. Ne lő ki még egyet, kösz. Szerintem ez pont el fog minket vinni. Igen. Nem baj. Ez még ízben meg lehet. Ennyi gyorsan vissza, úgyis van. Nem ért még be senki, úgyhogy valószínűleg tovább fogunk jutni. Kicsit szomorú lennék, hogyha nem mondjuk első körbe kiesni, ez egy picit para. Ouch. Jó, még jönnek a golyók, ezt kikerüljük, és a 20. környékén be is érünk, 18. hely. Áldás kis piroska, hagyjál vitt a golyó, figyelj. Két tesó futott, és az egyik beért. Na, top 50-es a történet. Most van a játék legjobb része, amikor leesik mindenki. Így is van. Night Fever a következő akadálypálya. Ez is egy rész. Teljesen jó. Látjátok, hogy nem mutatlak titeket az unalmas töltőképernyőkkel, úgyhogy elég sok lesz ebben a videóban az action. Úgyhogy amint betöltött a játék, már ki is vágtam azt a részt, amikor töltött, és benne vagyunk az actionbe. 29-re jutnak tovább, mint mindig a második fordulóban, illetve jól emlékszem, akkor szinte mindig, hogyha két versenyről van szó legalábbis. Jó, oké. Jön fel itt egy ilyen tüskés szar. Még egy, az gyorsan kikerüljük, és akkor mehetünk kicsit a másodikra. Már kicsit a másikat jobban szeretem, nem tudom miért ezt a baradét választottam, de végül is mindegy ismert elsőre átjutottunk. És jóaj! Jó, oké. Tökéletes, csak itt ne fogunk esni. Nem baj, nem fogok kitalálva, mert itt most nem viszel. De te mibe borultam? Most őszintén. Valaki meg tudja mondani, hogy mibe borultam el, én esküszöm, fizetett neki egy 5000-est. Mégis mi? Megbotlott basszus a fődbe? Vagy mi a csecsemben? Na, most talán ez így jó is lesz. Oké, meg ez is. Nem. Mindegy. Még szerintem, ahogy számolom, még ez meg lehet. Hogyha... Igen, ez még easy. Jó, oké. Okay. Csak... Jaj, nem annyira easy, hogyha... Ha ennyien mennek át. Nem, hiszem el. Hát a 30. lettem. Már gyakorlatilag benn vagyok. Na mindegy, kezdjük a következőt. Oké, okay, na most megmutatom a világnak. Szinti boy, alias Zagyba Tibor vagyok, Tiszakarábról. Ez az a pálya, ahol tényleg sokat bemegyek az első 10-be. Hogyha egyszer vagy kétszer leesek ott a legutolsó részten, akkor még tudja, hogy 5-ször leesek. Tehát ez 1000%. Tehát általában ilyen második, harmadik próbálkozásra át szoktam jutni, de hogyha mondjuk 2-nél vagy többször esek le, akkor az veszett fejsze. És nem azért, mert annyira bejönnek előttem, az mert egyszer nem tudok koncentrálni. Ami nem túl biztató. Innen nézzük még egyszer ugyanazt a pályát. Hát mondanom sem kell, hogy szeretnétek, hogy legyen még Fall Guys. Bármikor írjátok a komment szekcióba, és megcsináljuk. Legalábbis én. Megbékenek, azt hiszem nincs meg. Igen, ezért rossz egyébként, hogyha az első körben van ez a pálya, mert egyszerűen annyian vannak, mint a nyúlszar. Tehát ez borzalmas, komolyan. Úgyhogy ez nem túl
pozitív, de nem baj. És aztán egy meg is tesz. Jó, oké. Okay. Átcsusszalunk, mint fing a gatyán, és megint mindenki lököd össze-vissza. Legrosszabb dolog a játékban, hogy annyian fogdoznak, tényleg, és annyit tapozik. Hoppá, ezt pont így terveztem. Jó, és most nem úgy jártam, mint az előbb. Úgyhogy tökéletesen átítottam. Oké, okay, mondtam, nagyon sokszor bemegyek az első 10-ben, most az éppen a 17. hely, de ez is még top 50-es egyébként, úgyhogy ez teljesen korrekt. És akkor várjuk, hogy a többiek beérjenek. Szóval addig egy pár közérdekű info. Tehát, hogyha szerettek, hogy legyen még folgálysz, akkor teljesen nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban. Illetve mondjátok el a véleményeteket a videóról, meg az, hogy mennyire szeretitek azt, hogy visszatértünk most erre, vagy éppen mennyire nem szeretitek, hogy visszatértünk a videózáshoz. Úgyhogy várjuk a kommentjéteket. Az igen, farkaskom végig csúszott szó szerint a pályán. Hát jó, van érdekes megközelítés. Tekiesen szóval sok értelme nem volt. Na, menjünk tovább. Oké, okay, Gate Crash, ez egy jó pálya. Ez egyik kedvencem egyébként. Nagyon jó kis nagyon jó kis akcióm van rá, hogy hogy kell csinálni, egy egész jó terv van mindig ilyenkor a fejemben, ezt magyarázom is majd közben, aki esetleg nem tudná, be biztos vagy benne, hogy nagyon sokan tudjátok. Amelyik feljön legelőször, oda kell menni. Egyébként a második is pontosan jó, tehát hogy mindegy. Itt a, amelyik épp előttetek jön fel, tehát hogy mit tudom én, kb. Ki lehet számolni amúgy. Itt meg már igazából szerencseműve a dolog. Na jó, akkor hogy nem lőttek a agyon, az mondjuk egy egész pozitív dolog lenne, de hát ilyet kérni az... Aucs, jó, azt most pont én hoztam el. Nem baj. Megvárjuk, amikor elkezd lefele jönni, és akkor megoldulunk vissza a lejtőn. Így is van, és be is értünk 18-ként. Bár hozzáteszem, hogy ez nem volt top 50-es szerintem, mert nagyon durván gyorsan beért az a 30 ember, illetve 29, úgyhogy hát nem baj, ez is megvan. Szevasztok! Aj, ne. Utálom ezt a pályát, hogy szerintem egyébként nagyon sokan. És ugye a Season 2-ben behoztak ezt a mászó mechanikát a játékba. Aj. Hoppá, ott viszik az erős emberek, figyeld, hoppá. Igen, ezért utálom. Egyszerűen lerángatnak, mit? Nézd meg a csirkét, bazd meg, hát menj már anyádba, hát. Na. Ott rongyolnak fölfele, az, hoppá, az a kicsit bankol a kis kacsa. De mi lenne, ha mondjuk másikat tolnánk közelebb? Sok észlény. Tökéletes. Ez az, fölmászunk, nagyon jó. Ez is megvan itt. Megpróbálunk ide visszajönni, vagy nem. Hát, én nem tudom, ide kéne sajnos, mert mindenki itt kattog. És várjuk a soromra, hogy mi az Isten csináljuk most komolyan. De miért tudnak föl? Hát... Áj, de utálom ezt a pályát, jó ég. Mindenki itt özönlik át. Fú. Hál' Isten, még ott nem jutott át senki. Ez jó, mert igazából csak megcsinálják a pályát nekünk. Úgyis megfejtem a platformot, tök jó voltam. És onnan át lehet érni, azt mondjátok? Aha, azt mondják, jó van. Köszi kis pirul... Na jó, hát ezt szétlöknek. Nézd meg, hogy nem lehet egyszerűen fölmenni. Jaj, ez az egy pályán... Hadd jutnék át már. Egy részen legalábbis. Hát nem fogok átérni 1000%.
nem fog tudni itt felülni gyakorlatilag, nézd meg, tehát... Ez basszus, ez borzalmas. Na, talán, talán... nem jó. 17. megint. Másodszor esek ki kettő kör alatt, úgyhogy... éppen hogy csak. Na nem baj. Meg volt 12-es szint. Menjünk a következőre. Oké, megint egy gatecrash-sel kezdünk. Ez nem okozhat nagy gondot, megmondom őszintén. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem fog. Tökéletes, ez is jó, hogyha a másodikhoz mentek egyébként, ez tök jó. Lehet átértem volna egyébként a baloldal is, de végül is ez most mindegy. És van. És a baloldalit célozzuk meg. Loaduljunk meg kiszáros, ez az. Az első 10-be. Ahogy szoktuk, beérünk. Figyeld, ez milyen jól néz ki a kis izé Fortnite Man, vagy nem tudom mi ez. Hát, ennyi volt. Jaj, porreg a kamera, jó. Szevasztok. Így is van. Jaj, de utálom azt a pályát. Ez nagyon unalmas. Nincs benne semmi action, nem kell hozzá skill. Csak egy kis logika. De sokan vagyunk még, remélem lehet csak a fél játék. Ez még kettő van gyakorlatilag, én egy dinnyén állok, körülöttem meg szőlők. Ennyi. Persze mégis az lenne, amin állok, mindegy. Valaki leugrottam. Oké, azt mondja, hogy van itt egy banán, szőlő, narancs, ott egy alma. Szóval banán, szőlő, narancs, és ott egy alma. Jó, oké. Szevasztok! Oké, azt mondja, dinnye, szőlő, alma, cseresznye, narancs. Alma, jó. Dinnye, szőlő, alma, cseresznye, narancs. Oké. Dinnye, szőlő, ez az. Ide áll sok ember. Be vagy középes sorvasztva, hála Istennek. És ez ennyi igazából. Ezt leugrik a hülyegyerek. Lehet nem esetle pont. Mindegy. Melyik volt az a boszorkány? Ugye, megnézem, hogy leesik-e. Nagyon profinak képzel. Erre itt ez. Nem, megmaradt, ja. Nagyon tudtam, mit csinál. Vagy másik boszorkány, vagy mit tudom én, mindegy. Na, egy rollout. Nyomjuk. 12-en fognak tovább jutni. Én leszek az egyik. Szóval sem mondhatom, hogy 12-en fogunk tovább jutni. Nem akarszlak dösni, ugye? Hát ez nem tudom, komolyan mondom. Tényleg, minek, mi értelme van a ögdösődésnek? Hogy is leesik az idővel a 12 ember? Hát most nem mindegy. Tök logikátlan már. Négyen le is ugrattak, még 8 ember ugorja le azt. Menjünk is tovább, ne vesztegessük itt az időnket. Azt ott mászik szegény gyerek, minden leesett. Jó, még ketten elrongyoltak, ezt már szeretem. Még 5 ember. Egy szíves, hagyja el a játékteret.
Úgyis van, még négy. Hát ezt megkockáztatjuk. Tökéletes. Visszafelé még három embernek kéne, hogy leme... Adtam még kettőnek. Nem, nem. Nézz innen. Oké, még egy, és az nem ilyen leszek. Remélhetőleg. Most már azt mondom be, hogy most eléggé szorul a hurok. Megmondom őszintén. Akartak lökni, még egy buzik. Hát sikerül is neki majdnem. Ha, de... Ugye, aki másnak vermetás majdnem beleesik. Hiszettem, leesik vele. Jó, remélem meg is halt. Hál' Istennek. Oké, 12 ember megvan. Nyolcan maradtunk. Amit én borítékolok, hogy egy három, illetve három csapatos, 6v6v6 lesz. Valami tojás, fogdozás, vagy valami labdagurítás, vagy ilyesmi. Hát ezt nem akarom elhinni. Akkor inkább a labdázás, komolyan mondom. Na nézzük, 10 ember jut tovább, és az a jó ebben, hogy most nem vagyunk 5 millióan. Kinéztem magamnak, hogy itt van az, bár az nem tudtam, hogy mindenki más ezt ott van, nézte ki magának. Jó, oké, tökéletes. Ne vidd el! Szakadjál meg! Hát kéne valahogy csak rongyolni szépen okosan, de nem ér viszitek el, hát az az én platformom, he. Na nézd meg. Jó, megstoppoltam, fasza. Ezek már rongyolnak át egyébként izomból, tehát... De innen nem lehet felérni, ugye? Nem. Jó, tökéletes srácok, nagyon jó, toljuk még, ez az. És nekem segítsetek, nem többieknek. Úgyhogy. Most addig megcsinálják remélem az utolsó részét is a pályának, ez az. Tökéletes, oda át kéne rongyolni, igen, lesz a golomba, ez az. Ez az, és ott lesz a vége. Az így is van, ötödikként berongyolunk a célba. És ez azt jelenti valószínűleg, hogy benn vagyunk a döntőbe, de ez mindjárt kiderül. Ne a hexagon legyen a döntő, akkor egész normálisan fogok tudni játszani. Még egy Full Mountaint is szívesebben elviselek, mint egy hexagont, mert abban borzalmasan szarulok. Egyszerűen nem éreztem még rá, pedig volt már egy 30 döntőm azon a hexagonon, de soha nem tudok nyerni. Jó, oké, Jump Showdown, az még egész normális. Ha nem fognak meg, és nem akarják, hogy lehessek, akkor valószínűleg meg lesz. Jó, innen köztek, hogy leessek, de értetek, mit mondok. Hoppá, ott esik is le a platform. Következő esik le. Összetett játékmód egyébként, elég könnyű leesni. Hoppá, jajjaj, hát ez így most már most szopás. Nem, jó, oké. Egy eset is, tökéletes. Kérdés, hogy melyik oldalon fognak leesni a platformok. Nekem van egy olyan érzés, hogy a másik oldalon az a kettő fog lezúgni. Hát vagy max nem. Na most, hogyha ez esik le, akkor ugrás van. Ha a másik kettő, akkor nincs. Jó, a másik eset le. Még négyen vagyunk, illetve öten vagyunk versenyben, még négyen bennek kell leesnie. És most fog én leesni, király. Mindahárman leestünk arra a platformról egyébként, nagyon-nagyon rossz volt az időzítés. Ja nem, ott maradt még egy koma. Vagy az átugrott utána? Na mindegy. És megvárjuk már ennek a végét. Most azt esetleg valaki tudja-e, hogy miért tűnik néha úgy, mintha
elkapná őket az egyik ilyen, nem is tudom, pól, ilyen ród, vagy mi jó isten ez. Aztán közben mégis, tehát minden egyes ugrásnál azt látom, hogy a kis ninja gyereket nyakon vágja ez a rúd. Most ez miért van? Laggol, vagy milyen jó isten van? Valaki tudja, írja már meg. Látod? Tehát ezt nem értem, hogy lehetetlen, hogy ezt túléli. Meg ezt is. Másikom az is ilyen jó, akkor valószínűleg a net miatt van, laggolnak, vagy nem tudom, vagy csak nekem laggolnak. Valaki ezt sem már unatkozom. De nem tudom, hogy vagytok vele. Csávó fekszik, mit tudom én, és folyamatosan eltalálják ezek a szarok. Mert csak nekem? Hát én már nem tudom. Na végre. A kis ribanc. Oké, srácok, ennyi volt már a Fall Guys. Ha tetszett, írjátok meg, és akkor lehet, hogy lesz belőle egy-két rész még. Egyébként én tökre bírom ezt a kis játékot, aranyos, meg mit tudom én, van már benne vinem is, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 2. Igazából tényleg szeretek vele játszani, úgyhogy nincs vele semmi gáz. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk Discordon, Discord link a leírásban. Sziasztok!